Üzemünk dolgozói és a lakótelep minden lakó jelenében szeretettel üdvözöljük a miniszter urat, elvtársat. Újabb bemutatón vagyunk, ez idén a harmadik, Dunai Ferenc a Nadrág című komédiáját játsszuk, amely kultikus darab, egyrészt azért, mert 62-ben a Vígszínházban játszották, és ez volt a szocialista vígjáték, másrészt, mert a saját korát is egy kicsit meghaladta, hiszen olyan témákról beszélt, ami akkor nem volt divatos. Ugye a termelőszövetkelt és ipari darabok után ez volt az első, ami magánéletről, sőt a szex hatalmáról szólt. Úgyis hirdetjük a darabot, szex, karrier, szocializmus. Ha belenézünk a figurák lelkébe, akkor azt látjuk, hogy minden összefonódik, a korrupció, a hatalmi téboly, és ugyanakkor az erotika uralja életünket, és a kisvárosban, ahol játszódik, gyakorlatilag mindez megtörténik. Az emberek furcsa, különös kapcsolatban vannak. A kiváltó oka pedig egy nadrág, amit nem lehet fölvenni. Ilyen értelemben a francia bohózatoknak a alapján áll a darab. Egy véletlen összeomlasztja a látszatvilágot. Ez a bizonyos nadrág nagyon nagy kalandokat él át a darabba. Én mikor újra elolvastam most ezt a darabot, ami ugye 62-es nagy sikerű Vígszínházi bemutató volt, akkor Feleki Kamil és Rutka Éva játszották a két főszerepet, akkor az revelációként hatott, és elolvastam újra a darabot, és úgy éreztem, hogy nem vesztett semmit a hamvasságából, egyrészt a szerkezete miatt, remekül van fölépítve a jellemek, a helyzetek, a ritmus, másrészt pedig, mintha csak máról is beszélne, hiszen ha az elvtársat és a szocializmust kivesszük alóla, a kapcsolatok szövevénye ugyanígy működik ma is. A félreértések, a látszat, a hazugság, az álszentség birodalmában játszódik, Magyarországon, ha nem is Budapesten, egy kisvárosban, de tulajdonképpen mindannyiunkról szól. Remek szerepeket írt a szerző, aki egyébként 66-ban disszidált, Amerikában él, most a bemutatóra hazajött, és nagyon boldog a sikerének. Nagyszerű szerepeket játszanak, nagyszerű színészek, ahogy ez a Karinthy Színházban már megszokott. Kerekes József játssza az igazgatót, Gubik Ági a szeretőjét, Balázs Andrea, Dányi Krisztián, Marton Róbert és Vertik Tímea a társai. Én magam rendeztem, én nagyon bízom benne, hogy a közönség kegyét és szeretetét is el fogja nyerni, hiszen 3 órás kacagás a darab. Jó szórakozást kívánok! Ne olyan hangosan! Ne olyan hangosan, ne olyan hangosan! Az elehangos, nem én! Csupál be az ablakot, légy szíves! Nem értem, miért nem az első oldalra nyomják a sportrovatot, úgyis mindenki csak azt olvassa. Jobb lenne, hogyha a beszédedet tanulnád. Ha igazad, tegnap este a vonaton képtelen voltam vele foglalkozni, pedig ez lesz életem legfontosabb beszéde. De add már ide, légy szíves, ott van a nadrágom farzsebiben. Hol a nadrágom? Mindent a földre szólsz. Csak azért, hogy lássalak, amikor lehajolsz. Neked van a legjobb lábad az egész lakótelepen. Egy igazgató akkor megy be a gyárába, amikor neki tetszik, meg aztán egy ilyen éjszaka után. Jó lesz, ha megküldesz szépen. Szívecském, mondtam már, a feleségem úgy tudja, hogy a déli gyorsan érkezem meg Pestről. Na, legyen, otthon kell lennem, hogy ne gyarakodjék. Csak is azok, hogy jó lesz ez, nagyszerű. Jó. Na, lehúzsák, gyorsan hozd be a reggelit. Jó? Bent a gyárban nem adsz annyi munkát mindig. Kakaót is kérek! Mondtam, hogy ne olyan hangosan. Ne olyan hangosan, és én hátszor mondtam, hogy fütyülök a szomszédaidra. A te szomszédaidra én is fütyülnék. Igazán olyan nehéz megérteni, hogy egy elvált asszonynak nem kellemes, hogy a férfi hangok fűrőnek ki a lakásából. Mint ugye nem ismernéd ezt a pletykás lakótelepet. Neked se lenne kellemes, ha kiderülne, hogy az igazgató eltárs az a jó étvágyú férfi, aki kakaót nem kapsz, mert nem mehettem le tejért. 48! 49! 70! 50 fekvő támaszt, nem számoltad el magad? Hát engem szívecském nem fáraszt a szerelem. Éppen ellenkezőleg. Felszabadítja az energiáimat. Utána nagyobb kedvel vetem belem magam a termelő munkába, az igazgatói teendőjébe. Beteg vagyok, tudja? Ja, tudom én azt.
Tudtam, hogy csak itthon lehet. Gondoltam, talán csak alszik. Igen. Gondoltam, csöngetek, majd csak fölébred. Jól tette, Soltészné, jól tette. Aludt, ugye? Igen. Persze. Különben én nyitott volna olyan sok ajtót, nem? Hát éppen fürdéshez készülöm, az esztétába kell mennem, tudja? Ja, hát akkor nem is zavarom. Csak feljöttem. Nem mondok, feljövök. Már csak megnézem a kis beteget. Nincs-e valamire szükségünk? Nincs. Egyes egyedül, ugye? Ja, hogy fürödni akar. Megyek, segítek, eresztem a vizet. Hát, de már rakkákban is a víz! És akkor miért nem megyünk be? Tudunk mi ott is beszélgetni. Abban a ronda gőzben. De figyelj, minden csapást felvilágosult materialisták módján higgadtan kell fogadnunk. Ne hisztisz! Te nekem ne hisztisz! Örülj, nem egy írógép akadt a kezembe. Miért nem fogadtad a csapást higgadt materialista módon? Hallasz, amíg fracsulisz, még fracsulisz! Mi volt ez? Soltész, mikor fogott fel a söprőjével? Ha, ami repülő szokott, mi? A boszorkány. Tamás, Tamás! Ne haragudj! Tudod, olyan ideges vagyok mána. Meg aztán arra is gondoltam, hogy... hogy olyan édes lenne, hogyha megszületne. No, olyan édes lenne, mint te. Oly, Tamás, úgy szeretnék egy kis babát. Annyira szeretnék egy kis babát. De nem! De neked nincs is gyereked! Hát már ezért rég el kellett volna válni a feleségettől. Előbb-utóbb gondoskodik el róla, hogy nehogy kihajjon a radó család, hogy senki ne örökölje a te eszedet, a szépségedet. Fegyelmi tárgyalása volt, hát ezzel nem is dicsekedett ez. Én azt hittem, hogy semmi komoly. Nem is álmodtam róla, hogy engem elbocsátanak. Nem értem az egészet. De mi volt az indoklás? Valami megfoghatatlan általánosítás, hogy reakciós megjegyzéseimmel én aláásom a vezetőim tekintélyét. A személyzeti osztályon Domoszló jeltárs csak széttárta a karját, és azt mondta, hogy az igazgató jeltárs ragaszkodik az azonnali elbocsátásomhoz. Az igazgató jeltárs? Na hát, ez disznóság. Nem értem az egészet. Hát mi baj, ha velem annak a kétszínű, nagyképű pacáknak? Hát két mondatot nem beszéltetek velem. Lacika, de miért jött ide? Mondja meg valójában. Már mondtam, Bertuska. Én szerelmes vagyok magában. És nekem tudnom kell, hogy... magam, hogy... Nézze, Bertuska, én tulajdonképpen unom ezt az egész várost. Nem is beszélve a gyárról, meg a lakótelepről. Ha maga nem volna, én engem egy csöppet se zavarna, hogy engem elbocsátanak. De fegyelmi úton, hát örök bélyeg lesz a munkakönyvében. Bélyeggyűjtő családból származik. Megőrültél? Mit csináltál? Én őrültem meg! Hogy az Istenbe került már megint ide az az idióta? Mi? Te! Tudod, hogy bent vagyok a konyhában és mégse szólsz! Be se szólsz, hogy mi van! Gyanútlanul jövök ki! Itt van ez a leánykérési cirkusz! Azt hiszem, van annyi eszed, hogy nem jössz be! Hát onnan tudtam volna, hogy zavarok! De nem hallottad a csöngetést! Én semmiféle csöngetést nem hallottam, nem is csöngetett! Talán már kulcsal is van a lakásodhoz! Hello! Ne csókolózz vele! Csak levegőt fújok a tüdejébe! Fúj a fülén keresztül! Ha ennek a fiúnak egy csöp esze van, hát úgy följelent a rendőrsége, mint a pinty. Aztán együtt megyünk az ünnepére. Elvileg, jól hangzik. Nincs szükséged valamire? Nincs, köszönöm. Mióta elváltál a férjedtől, azóta sincs. Ezt hogy érted? Okosan tetted, hogy elváltál tőle. Minden férj az ember. De neked nincs sok panaszra, a te férjed valóságos, mint a férj. Az. Megcsal a nyomorult. Őszintén szóval furcsálom, hogy váratlanul beállítasz, és pont ilyesmivel. Tehát Bertus, te voltál a legjobb barátnőm az iskolában. Mindent megbeszéltünk egymással. De most már ott van neked a férjed, hogy megoszd a gondjaidat, menj haza. Biztosan otthon vár, biztosan türelmetlenül vár. Elképzelhető. Még tisztességesen felöltözni sem képes nélkülem. Bár lehet, hogy ebben a pillanatban is a szeretője lakásán öltözködik. Azt kétlem, úgy értem. Csak nem gondolod, hogy az igazgató eltárs megcsal téged? Hát én ezt még senkitől nem hallottam. Meglepő, hogy én jöttem rá elsőnek, ugye? Ha egy férj megcsalja a feleséget, arról rendszerint nálunk az egész gyár, az egész lakótelep hamarabb tud, mint maga a megcsalt asszony. Nos, ez általában így van. De most nem így történt, most fordított a helyzet. De hogy a csodába jöttél rá? Érdekel mi? Én régóta gyanakszom.
Csak hogy én okos asszony vagyok. És okos asszony nem csinál perpatvart az első gyanús jelre, mert akkor a férj kimagyarázkodik, és azon túl még óvatosabb lesz. De tudod, mekkora önuralmat jelent ez egy nőnél? Megfékezni a nyelvét? Tudom, mi megfékezni egy repülőgép anyahajót. Nagyon. A te buksi fejed majd lecsillapítja. Laci, Laci, kérlek. Tudom, hogy nem szívesen teszed, de ez több annál, mint hogy titokban maradjon a gyönyörű szerelmünk. Laci, Laci, Lacikám, kérlek. Lacikám, ha szeretsz, megteszed. Laci, Laci, komolyan beszélek. Tudni akarom, hogy szeretsz-e. És hogyha azt akarod, hogy én is szeresselek, megteszed? Egy buksi fej. Jól van, Lacikám, köszönöm. Édesem. Most már nem kell tovább csöndben maradni, visszamehetsz, nyugodtan zuhanyozhatsz. Ne félj, a legjobb barátnőm, nem árulj el a szerelmünket, ugye? Ugye? Nem mondod el az igazgató elvtársnak, na? Most már megnyugodtál? Vagy még mindig azt hiszed, hogy a férjed van nálam, ha? Azért annyira romlottnak csak nem tartasz, hogy párosával dugdosom a szeretőimet. Hát ezt én nem gondoltam. Izgató elvtárs, akkor én megyek! Nem hallom! Úr, csapom a víz! Mondom, akkor én megyek, megnyugtatom a miniszter elvtársat! Be tudnál jönni egy pillanatra? Ja. Parancsolod esetleg, hogy lemossam a hátat? Ehhez értenek! Egymást mosni! Na, hol van a barátja? Mindkét barátom bent van a fürdőszobában. Egymást mossák. Szövetkeznek ellenem. Bertuska! Várjon egy pillanat. Jobban tenni, ha elmenne innen, amíg van, miben. Bertuska, én sokkal fontosabb dologról szeretnék most magával beszélni, mint ez a buta nadrág. Pillanatnyilag ebben a lakásban nem lehet fontosabb dolog, mint a nadrág. Aztán milyen színű kosztümöt szeretne a Csini baba? Lilát! Jól megy a feleséged színéhez. De Tamás! Figyelj! Ez az otthoni pizsamát vagy az itteni? Nem minden. Beszéded megvan? A fejemben. A buksi fejében. Ezt itt ne hagyjátok. Hát mi? Az igazgató elvtárs nadrágja. Jó lesz felmosóraidnak. Gyerünk ünnepelni!